Csónakok álltak. Ez az ártér, gyakorlatilag. Ez az ártér. És most gyakorlatilag egy katasztrófa. A gyerekkoromban akármilyen száraz, forró nyarak voltak, azért valami kis víz ebben mindig csordogált. Ugye, ha egy ilyen történik, arra ugye az ember felkapja a fejét, és hát láttuk azt, meg hát ugye nagyon sokan meg is jegyezték ezt különféle Facebook posztokban, hogy hát kiszáradt a tarna, úristen, mi történt. Viszont ugye az is jött hírként, hogy hát Feldebrőnél, meg a fentebbi részeken még mindig van vízfolyás. És akkor ebből kifolyólag indultunk mi el, hogyha ez igaz, hogy fent van vízfolyás, és ezt láttuk, tapasztaltuk, akkor valahol valami probléma van, tehát valakik, és ezt már akkor kezdett be határolódni a kör, valakik valamilyen mezőgazdasági részen, egyébként jött is ilyen hír, kiszivattyúzzák a vizet. Ekkor mi elindultunk ugye a Tarnagáton fölfelé, és megtaláltuk azt a helyszínt, ahol teljes egészében el volt torlaszolva a Tarna vízfolyása, tehát egy ilyen mesterséges gát volt emelve, és onnan látszott, hogy egy nagy teljesítményű szivattyúval szokták kiszivattyúzni a vizet. Arra volt a meder optimalizálva, hogy itt kényelmesen tudják a szivattyút kezelni, a nagy gát, tehát itt egy állandó folyamatos vízkivételre volt az a meder optimalizálva, amit Peti el tudja mondani, hogyha itt bárki bármihez hozzányúlt, akkor már jöttek ugye a Nemzeti Parktól, hogy itt mit csinálunk, és ez a teljes, vízkivételi helyi alakított mederszakasz, meg ugye senkinek nem tűnt fel. Hogy itt mióta megy, pontosan nem tudjuk, de 2-3 éve biztos, mert több helyen is ők a Tarna több szakaszán volt, hogy Kálba, lent a Nagyúti út mellett, az autópálya környékén végezték ugyanezt a munkafolyamatot. Itt voltak ott is szivattyúk? Hát persze, ők így vándoroltak a Tarna többi szakaszán. Ugyanez a cég? Ugyanez a cég, igen. A gát előtt volt víz, a gát után, mint láttuk, tapasztaltuk az utóbbi hetekben, ezt megelőző utóbbi hetekben teljesen elfogyott a víz. Ami még óriási megdöbbenés keltett, másnap, mikor lementek a fiúk szétbontani a gátat, akkor ami ezen a gáton átszivárgó vizet, még egy másik szivattyúval visszaszivattyúzták. Mi akkor ott azonnal kihívtuk a illetékes gátőrt. Aki egyébként a helyi alpolgármester. A helyi alpolgármester, és ja, hogy akkor ő mondta is, hogy ő Aldebrőn, és ő kijött oda, és ő azt mondta, hogy ezt már többször jelezte, csak süket fülekre talált, most az igaz, nem igaz, én hiszek neki, mert miért ne higgyek. Érdekes. Majd a hatóságok ki fogják vizsgálni. És vajon hova jelezte? Hát ő fővel, azt mondta, felettesének jelezte. Ez egy nagyon érdekes mondat egyébként, ott mert kijöttek a helyszínre, ott a gát, akkor még benne volt a gát. Tehát a víz is tudhatott róla. Ez ha ezt elhisszük, higgyük el, akkor ez azt jelenti, hogy az egyébként aldebrői alpolgármester, aki ott a gátőr, annak a szakasznak az őre, ő többször jelezte ennek az ökológiai katasztrófának a közelettét a vízügy felettes vezetőnek, akiknek jelezni kellett a Bükki Nemzeti Parknak, akiknek, tehát hogy ha ez igaz, ha ennek bármi írásos nyoma van, akkor viszont az azt jelenti, hogy a rendszer egésze tűrte, tehát nem csak a mikro környezet tűrte, hanem a rendszer egésze. Azért azt is hozzáteszem, hogy fölhívtuk Aldebrő polgármesterét és jegyzőjét, és kértük, hogy jöjjön a helyszínre. Ők nem voltak hajlandóak a helyszínre jönni. Thank you.